Idén sem lesz klíma a hármas metró szerelvényein. A főváros állítja, hogy az orosz fél hozzájárulására várnak. A kormány szerint azonban szövegelés helyett cselekednie kellene a főpolgármesternek. A híradónk által megkérdezett szakértő szerint egyébként akár 8 milliárd forintot is felemészthet a metrókocsik klimatizálása. Tarló szauna feliratú táblákkal a kezükben félmeztelenül tiltakoztak a Párbeszéd aktivistái és politikusai 2017 nyarán az ellen, hogy nem szerepelt a hármas metró klimatizálása az akkori főpolgármester Tarlós István tervei között. Ezek a felvételek már 2019 nyarán készültek. Főpolgármester jelölti kampányában Karácsony Gergely is külön figyelmet szentelt a hármas metrón tapasztalható tikkasztó hőségnek. 34,8 fokot mérünk, tehát közel 35 fok van. Ez egy bizonyos lélektani határ, amit nagyon sokan meghúznak. A Népszava a BKV-re hivatkozva írta meg, hogy a járványhelyzet miatt idén sem lesz klíma a hármas metró szerelvényein. Híradónknak a közlekedési cég megjegyezte. Jelenleg a gyártócég hozzájárulására várnak, mivel a berendezések beszerelésének garanciális vonzata van. Anélkül garanciavesztés is fennállhat. A Metrojet Egyesület elnöke szerint 6-8 milliárd forintot is felemészthet, az összesen 222 szerelvény klimatizálása. A munkát azonban műszaki problémák hátráltatják. Ennek a járműnek a tetőszerkezete egy több tíz éves konstrukció, nem bír nagyobb terhelést el, de szerencsére ma már vannak olyan műszaki megoldások, amivel ezt a kérdést meg lehet oldani. A klímakompresszort el lehet helyezni az alvázon, ez megint csak egy lehetőség. A Közlekedőtömeg Egyesület már évek óta szorgalmazza a metró szerelvények klimatizálását. Szalai Áron szerint ideje lenne komolyabban venni a problémát. Én úgy gondolom, hogy egy közbeszerzés kiírása már megtörténhetett volna ennyi idő alatt, de az irreális lett volna, hogy ha a választások után indul el ez az átalakítási folyamat, akkor mostanra már be is fejeződjön. Híradónk több főpolgármester helyettest is keresett a csúszással kapcsolatban, sikertelenül. Facebook posztjában Karácsony Gergely azt írta, több klímagyártó céggel is megállapodtak abban, hogy még idén a cégek saját költségére több metrókocsiba is klímát szerelnek. A főpolgármester hozzátette, ehhez már csak az orosz fél hozzájárulása hiányzik, hogy elkerüljék a garanciavesztést. Karácsonyra reagálva Fűres Balázs a Twitter oldalán azt írta, a főpolgármester egy éve megígérte, hogy beszereli a klímát a hármas metróba. Ma pedig hosszan magyarázkodik, kifogásokat sorol, másokat hibáztat. Karácsonyra utalva azt is megjegyezte, ne csak szövegeljen, hanem cselekedjen.